Köszönjük! Köszönjük szépen, hogyha nem tetszenek abba hagyni, a tapsolást, akkor bizisten, soha nem jutunk egyről a kettőre. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves minnyájukat, és amint mondani szokták, a rádiókészülékekre tapadó kedves rádió hallgatókat, az évezred nem utolsó szilveszteri felvételén. Itt van egy ilyen matematikai téboly, hogy most 1999 helyett ugyebár 2000 lesz, ugye, ha a világvége és egyéb környülállások nem kavarnak ebbe a dologba bele, de szeretném leszögezni, hogy ezt az ezredvégi hisztériát tessenek abba hagyni. Ugyanis az évezrednek egy év és egy-két óra múlva lesz vége, a második évezredhez jelentem, a 2000. év még hozzá tartozik, tehát ahogy annak idején az aranycsapat legendás tagja Cibor mondta Bécsben, langsam spazieren, nix ugra bugra. Sokan ismerik ezt a kifejezést, de nem tudják az eredetét. Ez valamikor az 50-es években volt, amikor Cibor a nadrágjába beszerzett egy nem kívánt kis élősködőt, hát röviden lapos tetűt így ebben a formában, de nem bírta annyira Goethe Farkas Vilmos nyelvét, szeretett volna tetűirtót beszerezni a megfelelő bécsi patikában, bement és azt mondta, hogy langsam spazieren, nix ugra-bugra, tehát hogy nem bolhaport kér, ami még hát szintén egy esély lett volna, hanem ilyen tetűirtót, hát ez hasonló ehhez, mint mamának volt a 30-as években egy udvarlója, a német hölgyeket már akkor is, hát viszonylag könnyű volt táncba vinni, hogy finoman fogalmazzunk, bővebbet Klaus Mann fiatalkori naplójából. És akkor mamának ez a barátja a következőképpen udvarolt, hogy kommenzi indi bokóre und machen wir bis zum tövig. Egyrészt ugye megérint a dolognak a tárgyra utalása egyfelől, másfelől egészen magas szintű német grammatikai elemeket tartalmaz. Ugyanakkor hát jelentős szövegromlás észlelhető ebben a kijelentésben. Kérem szépen, még az sem biztos, hogy Krisztus Urunk pontosan 2000 évvel ezelőtt született. Nem kívánok itt most biblia elemzésbe menni, de az írások között vagynak bizonyos ellentmondások, csillagászok szerint pedig egészen egyszerűen az a csillagállás, amikor a három királyok érkezének, az pontosan időszámításunk előtt 4-ben volt. Ezt csak azért mondom, mert Krisztus Urunk egy jó 40-50 évig időszámításunk álnéven tengette napjait a magyar iskolák. Van, úgyhogy volt egy ilyen stréber osztálytársunk, hogy édes időszámításunk ad meg nekünk, stb. Tehát ő a megfelelő imádságokat is, hát egy picit így szocializálta. Egyébként a világhisztériának már csak azért sincs különösebb értelme, mert például a zsidók éppen 5760-at írnak, és hát jól el vannak ezzel, vagy nem, hát nem tudjuk. A világ teremtéséig vezetik ők vissza az eseményeket, rendkívül egyszerű, mert Dávid királytól vissza kell számolni 10 nemzedéket. Ott megtaláljuk Jákobot, akinek a nagypapája Ábrahám, aztán újra vissza 10 nemzedék, eljutunk Noéig, onnan 10 nemzedék, és már is Ádámnál vagyunk. Kérem szépen, ez azért ilyen hosszú idő, mert itt 8-900 éves matuzsálemek is bekavarnak a történetbe, tehát nem sima generációváltás történik, úgyhogy ez már gyakorlatilag a kaukázusi legöregebb szovjet állampolgárt idézi, aki a kaukázusi kefir mértéktelen fogyasztásának köszönheti, hogy 10 000 éves, illetve a nagy októberi szocialista forradalom alatt olyan kupleráj volt, hogy 100 évvel elírták az anyakönyvet, ugye? Mint ahogy annak idején erre emlékezhetünk. Az iszlám világ, akik hát szintén eléggé sokan vannak, ők Mohamed futásától, a hedzsrától számítják az időt, ami 622-ben történt. Én elvégeztem számológép közben iktatásával a matematikai műveletet, tehát náluk most 1377 van. Hosszú ez az idő, vagy nem? Hát a fene tudja nézőpont kérdése. Óhatatlanul is így 1999 utolsó óráiban nem csak szokásunkhoz híven az elmúlt évet veszük górcső alá, és próbálunk valamifajta inventáriumot készíteni, de hát végül is ez a századnak is a vége, vagy hát egy év hiány, ugyebár a vége felé közeledünk, az évezredről pedig nem is beszélve. Rendkívül szomorúan kellett regisztrálnom,
hogy ennek a szeretett, utált, furcsa 20. századnak immáron én is tanúja vagyok, hiszen születtem 1953-ban, Sztálin elvtárs halála után néhány hónappal, a legszebb rákosi időbe, amikor már az államvédelmi hatóság is, amelynek éppen december 8-án ünnepelhettük idézőjelben, hát már aki ünnepelte, az 50. évfordulóját. Az ÁVU akkor ugye mindössze 4 éves volt, de már rendkívüli aktivitást mutatott, úgyhogy a csengő frász az meglehetős közkeletű élménye volt sokunknak, és én emlékszem, ez már a 60-as évek elején lehetett. Új évkor apámik szokás szerint elmentek az Erzsébet sörözőbe délelőtt, hogy barátaikkal néhány korsó sört legurítsanak, és apám átadott a házmesternek 100 forintot, ami akkor egy elég jelentékeny összeg volt. És kérdeztem, hogy wo Führ, papa? Führ Elise? Mondta, nem, de a házmesterekkel jó-jóba lenni. El lehetett kerülni kitelepítést, munkaszolgálatot, mi egymást, recski továbbképzést, hortobágy pusztát, és egyéb ilyen nyalánkságokat. Szerencsés helyzetben voltunk, mert házmesterünk Csuka bácsi holt szerelmes volt anyámba, gyakorlatilag haláláig, úgyhogy a legvadabb rákosi időben állandóan nagyságos asszonyozta, míg nem apám mondta neki, hogy most már a nasasszonyozást abba kéne hagyni, mielőtt tényleg kitelepítenek bennünket. Drága, drága Csuka bácsi. Szentkuti Miklós mondotta, hogy mi ez a néhány ezer évnek nevezett történelem az örökké valósághoz képest. Hát kérem szépen, ez egy víkend. Én azt gondolom, hogy hát a század felét ugye valamelyest volt szerencsém végigcsinálni, vagy ennek valami fajta tanúja lenni, maga az egész század az kétszer ennyi, az évezred meg ennek a tízszerese, hát nem egy olyan beláthatatlan dolog. Végig élni valószínűleg sok lehetett. Egyébként, ami a családi históriát illeti, nálunk az Oral History Archívum, amely Monika Lewinsky-vel semmifajta összefüggésben nincs, ugye? Tehát mondjuk így, hogy a szóbeli hagyományok, ezek az első világháború előtti boldog békeidőkre nyúlnak vissza. Én nekem az első világháborúról, sőt Ferenc Jóskáról, ugye nagyapám révén, aki a bécsi Pazmáneumban papnak készült, majd ideje korán megismerte nagyanyámat, Ambrus Ilonát, feladta a papságot, tanulmányait a Kolozsvári Egyetemen fejezte be, és hát ezzel a Friggyel tulajdonképpen a magyar kabarét egy olyan üstökös csillagzathoz juttatta, aki most itt áll önök előtt. Azt kell mondjam tehát, hogy a történelmi fordulatok egy jelentős részéről vannak szóbeli információim, ugye a tanácsköztársaságról tanultakat nagyapám kiegészítette a következő kis mondókával, gersli az ebéd, tök a vacsora, éljen a proletár diktatúra. Vannak itten családi feljegyzések, de hát muszáj vagyok szelektálni, mert mások is szeretnének szerepelni ebben a mai műsorban. Kérem szépen, történelmünk bővelkedik az abszurditásokban, kezdve Horthy Miklóssal mondjuk példának okáért, aki egy királyságnak volt az első embere király nélkül, ő maga ellen tengernagy vala tenger nélkül. Hát azért ez eléggé abszurd, nem? De folytathatnám a sort, ugye? Szegény Bibó István a háború utáni gondolkodás egyik legkiválóbbja. Azt mondta, hogy ő csak annyit írt volna a sírjára, hogy élt 1945-től 48-ig. Amikor ugye volt szansz, volt rá esély, hogy itt történik valami normális dolog, nem ez történt, hiszen hát megszállott ország voltunk, de a legnagyobb diktatúrában is a humorérzék a túlélés eszköze. Sokan emlékeznek még a középgeneráció tagjai közül, amikor egy rákosi képpen latabár fut a színpadon, és kiabálja, hogy hova akasszalak, hova akasszalak. Ugye? Hát ez egy generációs poén lett, arról nem beszélve, hogy az újságot ugyebár úgy árulták a rikkancsok, hogy magyar a nemzet, szabad a nép, ludas a Matyi. És ezzel úgy éreztük, hogy valamit mégiscsak elmondtunk, vagy gondoljunk arra ugye, hogy a Mindszenti Per hát meglehetős egységbe olvasztotta a nemzetet, úgyhogy Kón bácsi jött, azt mondja, micsoda idők, nekem kell a Mindszentiért imádkozni. Márpedig így volt. Egyébként anyámat megérintették rákosi demagógiától nem mentes formás beszédei, amelyben ígértő ugye pénz, paripát, fegyvert, úgyhogy apám akkor javasolta, hogy édesem, feladok a nevedben egy táviratot, a feleségem hiszi az egyetlen.
Ugye, hát ez egy kicsit hasonlatos ahhoz, amikor Királyhegyi Pál ugye feladott a legenda szerint egy Kremlbe címzett táviratot, hogy a rendszer nem vált be, stop, Királyhegyi. Apám például úgy tapsolt, mert ugye oldalt nézték az ávósok, hogy azt nem lehetett, hogy egy vállalati ünnepségen valaki nem tapsol, ugye családomra való tekintettel. Ő a tenyeréből nem tölcsért formált, mint később Zalatnai Sarolta, illetve nem az ujjamból szoptam, hanem ő a tenyeréből ilyen kis kúpot formált, amit hogyha ő összeütögetett, akkor ez nem hallatszott. Jött aztán egy csodálatos álom, amely azért maradt meg többek között ilyen csodálatosnak, mert nem volt ideje ahhoz, hogy egymást elkezdjük marni és elkezdjünk acsarogni. Ezek voltak 56 csodálatos napjai, ahol néhány óra alatt egy pár millió ember rájött arra, hogy te sem hiszed, te sem, te sem. És ez a bizonyos AVH órák alatt, kérem szépen, összeomlott. Sándor úr az első emeleten, aki tagja volt ennek a testületnek, azonnal beteget jelentett, és a teljes ávós felszerelést a kapu alatt a kukába elhelyezte Lenin, Marx, Engels és Sztálin összes műveivel együtt. Nagyanyámnál történt meg, ők a József körúton laktak. Ez a kis eset, amit természetesen vándor anekdótaként többen mesélnek, hogy két 13 éves forma gyerek egy olyan hosszú puskával, mint egy dióverő, így húzták maguk után a földön, becsöngettek, és mondták nagymamámnak, hogy Ilona néni, ha szépen köszönünk és letöröljük a lábunkat, kilőhetünk az ablakon? Én azt gondolom, hogy ezek a történetek néha többet mesélnek el 56-ról, mint a politológusok és történészek hosszas visszaemlékezései és tanulmányai. Ide tartozik Karácsony Gábornak is az a csodálatos története, amikor a Sztalin szobrot döntötték ugyebár le, úgynevezett zárt szelvényekből a mester jól meg volt ágyazva, tehát nem tudták rögtön ledönteni a teherautóval, ezért vádli fölött egy könnyű metszést kellett neki ejteni, így a csizmák fölött egy lángvágóval, és utána átvetettek a nyakán egy drótkötelet, és két teherautóval húzták. Szikrázott, mint Michael Jakó Jakson, tehát ilyen szép estéje volt, azt hiszem, a budapesti dolgozóknak. De nem tudták, ugye egyszerre mindig valamelyik tefú egy kicsit előrébb volt, és ettől ez szikrázott, mint a Heidermenykő, amikor a pesti srácok egy csoportja megszólalt, hogy tartsd magad, Józsi! Kérem, ahogy a légcsapón is van egy lyuk, hogy esélyt adunk a légynek, ugye? Hát ez volt a Fairplay Puskás öcsi nemzedéke, aki adott egy sanszot, hát ennek a finoman szólva nem szeretett kollégának. Na kérem szépen, történt, ami történt, és hogy a humor mennyire fontos, 57-ben alakult a KISZ. Emlékszem, hogy óriási betűkkel az Icsi kastély oldalára ki volt írva, öles betűkkel, hogy ilyen a KISZ, és egyszer csak apám azt mondja, szálljunk le, leszálltunk a hívra, azt mondja, mutatok neked valamit. És oda volt írva kis betűkkel, tintaceruzával az éjjel a KISZ után, hogy éjjel a KISZ, Jézus. És akkor hirtelen szabadnak éreztük magunkat. Később aztán elkezdett egy kicsit, hát relatíve jobban menni, konszolidálódtunk szörnyű áron. Apám egyszer csak odapattan anyám elé, azt mondja, angyalka, gyűjtünk egy kis pénzt. Azt mondja, hát én azt hitte, hogy elmennek Görömbölyt Tapolcára két hétre, vagy én nem tudom. Vagy, szóval veszünk 2 kiló epret, és megesszük. Folytatódnak aztán az abszurditások. Megtörtént 10 esztendővel ezelőtt az, amire senki nem számított, kérem szépen, szerintem még a CIA sem, pedig ő megnyerte, aki tud többet a Szovjetunióról vetélkedőt annak idején. Egyszer csak ez a furcsa ember ezzel a cékla anyajeggyel itt a fején, ez a Gorbacsov nevű, belátta, hogy ez a dolog nem működik, kérem szépen. Nem filantrópiából adta ő fel a keleti országokat és ezt az egész rémálommá vált utópiát, hanem azért, mert nem működik. Emlékszem a 168 óra című rádióműsorban egy riportra, amikor éreztem, hogy itt gáz van, bár sokat reménykedtünk, tehát papa azért minden reggel úgy nyitotta ki a rádiót, hogy hát, ha megbukott a rendszer, később ez a remény csökkent így az időben, de mindig azért nem lehetett tudni, ugye? A Szabad Európát úgy hívta, hogy Ezüst Kossuth. Most hallottam, fiam, az Ezüst Kossuthot, ugye? Tehát ez nagy fixálódás volt. A riportban a következő volt, egy 60 wattos izzó Moszkvában 60 kopekbe kerül, egy működőképes. A fekete piacon a nem működőképes viszont 3 rubelbe.
adok időt, hogy a Winchester katedrába behatoljon az input. Miért volt ez? Hát azért, mert ugye 60 kopekért nem lehetett kapni működőképes izzót. Ő a rossz izzót megvette 3 rubellért a fekete piacon, behaladt a munkahelyére, és egy könnyű cserét hajtott végre sallangmentesen. Na, jött aztán az álom, amellyel szinte a mai napig nem tudunk mit kezdeni. Ugye Honecker még pár hónappal a berlini fal leomlása előtt azt mondta, hogy ez 100 évig fog állni. Дорогие друзья. Ugye Max Ernst mondta, a híres szürrealista festő, hogy nem mi vagyunk a szürrealisták. A berlini fal az a szürrealizmus. És ez is ugyebár alá porlott, és utána egy volt KB-tag, moszkvai követ, most is így jelentkezik, kéri a labdát, és így komolyan gondolja, hogy ő lehetne köztársasági elnök, kikiáltotta a köztársaságot, tehát egy ilyen öreg bolsevik. Amikor mondjuk a pulóveres Dajcs Tamás mondta az esküt a parlamentbe hosszú hajjal, az egy picit azért jobb volt. Na azóta változtak a fiúk is, ez majd egy következő fejezetben. Szóval készületlenül ért minket, kérem szépen ez a dolog, és most egy kis példával szeretnék élni. Annyira csóróság volt a 60-as években, hallom egy este, fater nyögve intézkedik. Mondom, mi van öreg? Ilyen 13 fok volt a lakásban, mackóba könnyen kelek, fekszek erős izgalmi állapotban. Mondom, öreg, mit csinálsz? Azt mondja, rendezem a vattát. A paplanban nem volt már férc. A vatta reggelre ilyen lábzsák formába összeállt az alján, és a mellünkön meg ilyen pingvinek tanyáztak reggel. Úgyhogy azonnali megfagyás ellen a fater megpróbálta így elrendezni a mellkosarán a vattákat. Abszurditásokról beszéltem önöknek. Annyira nem bírtuk a szabadságnak ezt a levegőjét, hogy 1994-ben bekövetkezett az, amire nem volt példa a magyar történelemben, hogy törvényes választásokon magunkra húztuk a kommunistákat. Kérem, ők itt soha nem nyertek szabályos választásokon. És ez a szerencsétlen 360 bűvöletében élő nép, akinek a lelki vattája ott volt a lábzsákba, megválasztotta ezeket még egyszer. És utána egy világtörténelemben példanélküli dolog történt, hogy az a garnitúra, amely 40 év alatt már ellopott mindent, 4 év alatt szisztematikusan, profin, még egyszer ellopott mindent. Ezért idegesek most a fiúk. Üres a spájz.